be, ha gyerünk, mert vallatunk van a gyerekre reggelig, ha gyerünk a szemüvegen. Ó, Istenem! Itt vagyok, Gyűzős! Na végre! Sziasztok! Uram, Uram Isten! Ne szórakozzatok, ma mi a fel? Mi van így, Mori? Nem megyünk a vedóra. Mi van, Gyűzős? Ha, Mori! Ha, van így, Mori? Tudod, hogy nézek? Ne szórakozzatok ma! Tudod, hogy nézek? Mikor nézem a külföldi filmeket, azt vannak benne azok a turista. Mori, mi? Gaspar Zsolt! Elveszek, kialok így. Úristen, Gyűzős, mit rakottál? Mi van benne? Mi van benne? A cuccaim vannak benne. Hát nem voltam még nyugaton, nagyon készültem, mert azért is vettem fel ezt a havai inget, meg a szalmakalapot, hogy teljes mértékben udlansak, hogy én teljesen kint egy ilyen nagy turista vagyok, meg kiránduló ember vagyok. Ne ízítek meg neki, az Isten maga készült. Nem a vajra, nem. Nem. Jó, kezdődik, jó lesz. Hát ilyen valós nézésre megyünk, nem? Hát meg ezért nézzük meg, tudod, a Júlia és Júlia, itt van meg. Júlia és Júlia. Na. Itt van. Hát, Mori! Ezt a nőri csizmot minek tettem fején? Ezt minek hoztad ezt a fagyat? Hallgatom a rádiót. Hát de mi hallgatom, ott nincs a magyar rádiót. Na. Hát azt a csúnya, sáros gumicsizmat rátettem a telepőre! Hát te azt mondta, csiess! Hát és Zsolti, ne hát tudj! Hát azt kell megyek ott még ki a erdőbe! A kisgyerekek a földrajz fényképet! Hát a gyerekeket lássam, a gyerekeket! Ha nem lesz, nincsenek velem a gyerekek! Most mit nevet? Hát ezek a macik mineket? Hát azok a lássam! Hát a gyerekek! Azok a lássam! Ezt szórakozatok a győzőt! Jaj, de édes! Ezt ja. Minek tetted be? Hát azok a lássam! Itt van a csizmát hagyd! Nem hagyom, semmit nem hagyok itt! Mert itt vannak én! Hoztam a betyarkot magammal! Ez micsoda ilyen? Hát a fürdő! Hát de hova mész? Így nevet, hogy bemegyek a tengerbe! Jaj, de csinos ez is, hogy nincs a csinit! Hát megyek be angyal! Mész te angyal? Ez nem női bejájé! Maga a veronai utat, mint az utazást, ezt abszolút de nem várom, hogy Győzővel meg Zsoltival egy kocsiba ülni, mit tudom, 800 km-en keresztül, ami nekünk egy nap lesz szerintem, azt annyira nem. Sőt, mi több, hátam közepére sem. Ketten nem vagyunk annyival, mint te egyedül. Hát én viszek magam, amit nem azt a macit, ha nem adod nekem. Én nem, hát én viszem magam, hogy itt legyen minden akkor. Jó, gyerünk. Valahogy szép utazóknak nézek elébe. Minden. Jézusom! Mi a kipacikéleket? Nagyon. Nekem a személy itt van. Megvan minden. Ebben a rendező minden gyereket. Tényleg a pénzt hoztad? Milyen pénzt? Hát milyen pénzt, amit odaadtam neked? Hát milyen pénzt, gyerek? Amit rá kellett volna utána. Rá kellett, hát még mondtam, hogy odaadtam. Rá kellett utána. Ne szórakozzatok ma. Mondtam, hogy odaadtam neki. Ha ne szórakozzatok ma. Hát hol a pénz? Na, hol a pénz, nem utaltad el? Hát ízét vettem rá a gyerekek. Hát de mondtam, hogy ezt mondtam hozzá. A gyerekek, én vettem benne egy birkát, vettem, mert vettem 40 más kukoricát. Hát de Zsolti, mondtam. Győz, most ezt nem mondjuk komolyan. Zsolti, de most nem viccelsz velünk. Azt a mindenit. Hát de mit azt a mindenit? Várja ma, egyszer egy beszélj ma. Zsolti, odaadtam neked 600 ezer forintot. Azt mondtad, hogy mikor megyünk Verónába, azt nem visszahozod. Viszed el, Győző. Vettem rá a tápot, kukoricát. Meg vettem egy barát. De most ugye, most szivatsz, ugye? Nem szivatlak. De Zsolti, ne idegesíts, ma most megyünk ilyen messze. Azért azt hiszem, hogy nálatok vannak ilyen izi lehúzók, vagy valami. De milyen lehúzó? Vagy arra kellett volna ráfizetném? Mondtam Zsolt, hogy a 600 ezer forintot vegyed vissza készpénzbe, vagy tedd fel kártyára nekem. Utald el, ezt mondtam. Hát a bankszámlaságot van nálam. Hú, Győző, megmondom most a plánkot. Most ugye szivatsz. Nem szivatlak, Istenem. Zsolti, ne csináld ezt, 800 km van előttünk, ne csináld ezt, Zsolti, ugye nem csinálod ezt. De Győző, én nem tudtam, hogy nem hoztok magatokat, vagy valami ezeket a kartyagot, hogy lehúzzak, vagy valami. Teljes mértékben magamat hibáztatom, mert Beja is felkészült, Győző is, ma nagyon rajta volt, úgyhogy én ezt nagyon is sajnálom, de nem kellett volna neki ordítani. Hol a 600 ezer forint? Hallod, birkát vett, hát most akkor... Addig melyik szót nem értitek, hogy hova tettem a pénzt? Mi bajotok van? Ennyi pénzzel jöttök el, milyen ízék vattok ti? Hát azt mondta, producer vagy! Hát ez ennyibe kell! Hát én odaadtam neked ma a mai napig, hogy add vissza a pénzt. Ne idegesítsél, a producer vérem! Hát odaadtam neked 600 ezer forintot! Győző, hát befektettem! De Zsolti, ne idegesítsél, mert akkor nem indulok ilyen nagy útnak, neki ne idegesítsd, már szétverem a kocsit! Akkor honnan? Akkor mit vettek volna a birka? De Zsolti, ezt mondtad, hogy visszaadod a pénzt, ne idegesítsél már fel! Ne oroszul ne legyél, ma mit ordítasz? Na, mi az, hogy mit ordibálok? Basszus, be elmenj 800 km, azt nem hozz el a pénzt! Hát de akkor miből fizetgetünk? Hát akkor miből? Akkor most kimegyünk nyűkből?
4500 forintból megyünk ki Verónába, ne idegesítsél már fel! Maradtam neked a pénzt, akkor most miért nem adod vissza? Megbeszéltük, hogy mámára ad vissza! Ordi bajja, mám. De sordi bajja! Na, tudod, milyen embered van neked? Hát de igaza van! Mi neki van igaz, amíg ír a morgé? Én vagyok a hódkóros, én vagyok a hódkóros, mondtam, hogy add vissza a pénzünket! Szépen odaadtam, Zsolti, elmondtam neked értelmesen, hogy megyünk Verónába, az volt az utolsó. De van nálam 900 forint. Hát de 900 forintból mit csinálunk? Viszont szépen megállunk és kiszasz! Nem barátod. Velem te többet nem utazol és nem vagyok a barátod, megértetted? Megértetted? Nem, valami testvérek vagyunk. Megértetted? Testvérek vagyunk. De hova indexel? Ide leállok szépen, Beacskam, ide szépen leállok. De hol ide? Ide valahova leállok, hát le lehet állni valahova, záróvonalban, minden még eséljön ki nekünk, hogy leálljak. Ide szépen leállok, testvérem, ide leállok. Én nem szállok ki. Jaj, de csúszik Istenem! Én nem szállok ki. Szépen leállok ide, testvérem, kirakom az elakadás jelzőt, szépen kigombolod magadot, odadom a bőröndödöt, azt mégy magadnak haza, megértetted? Hogy belőlem valondot nem űzöl? Hogy belőlem valondot nem űzöl? Nem hiszem el, hogy ma este nem leszek Olaszországban. Nem hiszem el, hogy ő miatta, nem hiszem el, hogy egy hetes szervezésem, e-mailezésem, skypozásom, mindenem tönkrement. Bea, szóljon ma neki, Bea! Hát szóljatok ma neki, Bea! Hát én nem megyek sehova, győző! Nem megyek sehova! Én nem megyek sehova, győző! Álljál ki onnan! Nem megyek sehova! 900 forinttal megyek neked Verónába, te normális vagy, te mindig egy család az ember után, hogy te jössz ki, mint ebből jó, szállj ki! Nem megyek! Mondom, szállj ki, ne akarod, hogy megverjelek, szállj ki! Nem megyek sehova! Nem megyek sehova! Nem megyek! Nem megyek sehova! Nem megyek sehova! Szállj ki! Nem megyek! Szállj ki, ne akarjad! Szállj ki! Mennyi az, hogy akarsz? Hát tiszteljét csinálsz magadból! Mi bajod van neked is? Üljél oda! Magyarázol! 900 forinttal, míg izében nem jutsz el Tarjánba! Hát gyerünk ma haza, könyörgünk! Gyerünk haza, győző! Gyerünk haza, győző! Győző, ki ne rakjad! Ki ne rakjad a cuccomot! Ki ne rakjad, győző! Ki ne rakjad, győző! Hűvete meg odaja! Hűvete odaja! A győzőre megmondom őszintén, nagyon haragszok, a csúcson fogom vágni őtet, ez nem szép munka volt, úgyhogy kap egy nagy, nagyon nagy sallért fog kapni tőlem. Ez meg fogja emlegetni 4,5 évig. Szép munka volt, te! Itt van a ügyintőn is, te! Hallod, győző! Ott van ma, ugyanatok meg Tika! Itt van, eh? Ez igen, eh? Ez szép munka volt. Na, ez korrekt. Már csak felgesz valaki. Zolikám, hol van Zoli? Na, azonnal indulja elértem! Itt vagyok a 21-esen! Ez sóes van, mert szét vagyok! Ez az okos bátyám kidobott... Gyere, induljál, Zoli! Ja, jó, de szerint, hogy berakták nekem egy kicsit. Ja, hát ez nyilván. Biztos, hogy így akarod, hogy az úton hagyni? Hát akkor... Én nem látok, én nem hallok, én nem beszélek. Maradjunk annyiban. Nem az volt, hogy én kidobom, hanem az volt, hogy nem bírom magam mellett elviselni, mert könyörgöm, ez egy üzleti út lett volna. Sírassam, mert az úgyis úgy van, gyerünk haza. Nagyon könyörgöm, hogy nagyon menjünk haza. Oh.
és akkor az itt vagyok, szét! Hát de, hát tudod, hogy honnan jöttem? Ez a hülye kidobott engem, ez a hülye tedd be az izé kopferomat! Hülye, hova, hova érzi? Ha mentünk volna külföldre, tedd be Zolika, mit hagyott ez a hülye kidobott b***t! Hazamegyek, pofán vágom, Zoli! Pofán vágom! A franta pofáját neki! Nézd meg ezt! Hova tudok menni? Na mit tudom én, Verónába mentünk volna, fel voltak akadva a pézé, a pézé! A pézé. Hát azért már csak úgy pofán vágom, hogy ne szakad a pofája neki! Hát mindenki? Hát ebben járkoltam volna kint. Ezzel? Hát ez már onnan van 12 éve, Zoli. Azért olyan izével az én kezemben. Ki van, ha? Ja. Úgyhogy itt hazaérkeztünk. Ma vissza is jöttünk. Eljutottunk Verebélyig, nem Verónába. Ágyi, hogy lass csillapítunk, hogy nyugtatunk. Mi történt? Semmi. Összeveszett a... Mi az, hogy összeveszett? Mi hazudozol? Mondd el az okat is. Nem vesztem volna vele össze. Mondd el az okat. A Solti bácsi nem volt hajlandó pénzt. 900 forinttal megyünk el Verónába. 900 forinttal. 900 forinttal. 900 forint, én a busz nem visz be téged, tárja a bacsfajét. Én betankoltam, maradt 3500, azt abból nem tudom. Tiszta polondnak nézik az embert. Várjál most, mondd el, hogy mi volt. Hát kérlek szépen, keresték rajtam a pénzt, vagy tény is aludottak nekem pénzt. Hogy fizessen be a számlára. Jó vétel volt, vettem egy bárányt belőle, vettem 40 marsak kukoricát, meg vettem egy kis talpot. A birkáknak, tudod? Az kiborult, Győző, kiborult! Szó szerint kifordult az agyam. De mi? Hát egy pénzt... De most várjál, most bőrönd. Most ez hova mentetek volna? Verónába, Zolikám, Verónába. Na. Hát azt mondom, minek? Ha mentünk volna, kell a Rómeó, meg Júlia van az a terasz, oda kellett volna kimennünk, tudod? Meg a temetőbe kellett volna kimennem. Meg a pápától akartam, hogy elajlaskod ide, mamának itt van a pápa, tudod? Aha. Na. Jaj, hogy rá. Aha. Elajlítam volna nekem itt a pápa. Értem. Na. Ezt így mentünk volna, Zolikám. De kiborult az agya Győzőnek, te. Bábbi le akar csapni. Hát ez ma. Kidobni a testvérit, te. Ha milyen munka volt ez tőle, Zoli? Hazamegyek, azt pofán vágom, Zoli, pofán vágom őket, te! Most kitett, azt ment is el? El úgy elhúzott, kidobta a bőröndömet, te. Tele van cuccommal, mindennel. Nem van kutya gyerek volt én, Zoli. Ez ma a szemtelenség. Ma nagyon. Most értem haza, mit nevettek te? Te is mit nevettek? Ne! Mi volt a bajod? Stoppolta a sógor! Stoppoltam haza! Ki hozott haza? Zolika nem tudott volna értem jönni, te mit gondolsz magadból te? Te senki haza gyerek te! Mondom, hogy mennyit érted vissza! Kidobta a kocsiból, minden sínt érte! De amúgy nem itt laksz, hanem ide kellett volna érni! Miért ide jött? Miért nem itt haza család? De haza! De mit gondoltál magadból te? Mondd ma, hogy te! De semmi gyerek vagy. Semmi, én vagyok, meg én jövök ki ebből rosszul, ezt a zsalatot fogom így, azt a fejedre. Most akarom megenni, hello. Éhen vagyok, nehogy áldom. Kidobott a pad a kocsiból, kidobott a pad. Anyald meg! Anyald meg! Aj! Van ok és okozat. Menjél most ki a fejedet, te tiszta büdös a szart, te! Okozat! Hát tiszta büdös a szart! Hát én nem bántam, ami a szívemem volt, az a számom volt. Én megmondtam a feleségének, megmondtam Győzinek is. Kicsit kétségbe volt este, most nem emelgette úgy a kezét. Nekem is furcsa volt, azt hittem, hogy leteker nekem egy nagy sallert. De én voltam a hülye, már akkor, amikor ott volt a konyhában, be kellett volna neki nyomni egy állast, hogy beesett volna a hűtőhöz. Megtudta volna, mi az a mi atyánk. 2014-ben látni nem kívánunk. Szervusz, Gaspar Zsolt, Hungari. Mindjárt betöröm a fejedet. Gaspar Zsolt, Hungari. Megyek is el. Menjél magadnak, Gaspar Zsolt, Hungari. Le is zárom az ajtót. Megmondtam, hogy legsorollak, megmondtam Zolikának is, de piszok senki házi! Feleségednek meg a hangját se akarom hallani! Mi meg 2014-ben az ajtót, hogy mondjam! Csukd az ajtót, hogy mondjam! Ezt az ajtót már tetettek tönkre, tavaly is! Ajtó! Az ajtót, a tönkre megy!
nem érzi a súlyát annak, hogy ez mi volt. Nem érzi azt a súlyt, hogy amit én tényleg több mint egy hete beleszerveztem, kitaláltam, lerajzoltam, navigációba kitaláltuk, megyünk gyerekeket el. Nem érzi. Nem lehet őt kirakni. Verd ki az ablakot, jó teszed! Verd ki az ablakot! Verd ki, te tiszta bolond! Úristen, hát ez tiszta hülye! Ki mondta, ki a hülye? Menj imá magadnak haza a feleségedhőt! De ne hozd ki verned az ablakot! Vágyom meg! Menj ma haza! Menj ma haza! Mit kiabáltok? Ha menj ma haza! Tiszta bolond! Tiszta bolond, tényleg nem kiabaltam volna veled, de gyereke, hát ez fizikai képtelenség, hogy 900 forintból kimennyi Verónába, akkor mennyi egy kilométert megcsinálunk? Most miért 20 fillér megcsinálunk? Akkor most már abboljad magadot, elég. Vegyél be nyugatot, azt tényleg akar befejezni. Én felmegyek aludni, Daki, hosszan szuszálba verjél.